Na csácsom, hogy csörtészt a szavaztok, gyerekek, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő videóval, amiben szeretnék beszélni arról, hogy Farming Simulator 19-be lehet jönni a hétvégén 1000-rel veretni. Ugye pont az utolsó Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videó sorozat majdnem elmondtam a beköszönésemet. De az utolsó részben volt egy olyan, hogy nagyon sok a meló. Ugye meg lett most már a szarvasmarha telep, meg vannak a birkák, nem a kecskék, tudom, meg vannak tyúkok, meg kellene egy csomó mindent csinálni, főleg elő kellene teremteni ugye a szarvasmarháknak az elemózsiát, tényleg rengeteg dolgunk van, aztán jó lenne, hogyha jönnétek segíteni, 4 napos hétvégében arra gondoltam, akkor most itt az ideje, és akkor a felvételekbe jöhetnétek, van itt konkrétan, veszem fel a videókat, de multiplayerbe indítom, és lehet hozzám csatlakozni, jó? Srácok, akkor mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Modpakot összeszedtem, betömörítettem, és most Google Drive-ra raktam ki. Tehát nem kell attól félni, hogy nem tudjátok letölteni. Jó nagy, azt így megmondom, és olyan modok is vannak benne, amit konkrétan nem biztos, hogy ebbe a részbe, vagy ezekbe a részekbe használok. Viszont ugye nekem van egy ilyen modpakom, amit használok ebbe a sorozatba, és ebbe olyan modok is vannak, amik nem biztos, hogy azokban a részekben vannak, amiket ti láttok. De így össze van már előre gyűjtve. Szóval így az egészet így megkapjátok, ami nem kell, azt nyugodtan töröljétek, nagyon sok egyébként, tömörítve is több mint 8 giga, remélem nem okoz gondot azért ezeknél a netsebességeknél talán nem olyan nagy probléma ezt már letölteni, rakjátok be a modmappátokba, vagy ez különben egy külön modmapp, ha akarjátok, ki tudjátok venni a régit, és akkor annak helyére berakjátok ezt, és akkor ha nem ezzel akartok játszani, akkor még ki tudjátok cserélni, na mindegy, nem is erről akar szólni az a videó, hanem akkor tudtok jönni, jó? Egyébként arra gondoltam, hogy ez valahogy úgy kellene megcsinálni, hát, hogy mondjuk, nem tudok konkrét időpontot mondani, még azt sem tudom, hogy hol vagyok, érted? Szerintem olyan este 7-től este 10-ig menni fog a szerver, jó? Olyan kb. Addig, most hogyha éppen nem, vagy éppen előbb, lehet, hogy előbb is, csak annyit, körülbelül akkor, jó? Este 7 és 10 óra körül fog menni a szerver, minden egyes nap, leginkább szombaton, vasárnap, hétfőn. Ha kedden már nem is biztos, mert ugye szerdán már ugye van suli, meg van meló, meg minden. Szóval akkor 3 napon keresztül így tudunk maratonozni. Ezen kívül lehet, hogy fog menni napközben is. Tehát amikor van időm, akkor el fogom indítani, hogyha valaki szemfüles, akkor tud csatlakozni akár napközben is. Szóval nézzetek rá, hogy megy a szerver. Az elérhetőségeket lerakom a leírásba, jó? Tehát akkor ott lesznek a modpack, ott lesz a szervernév, meg ott lesz a jelszó, jó? Oké, azért rakok jelszót, hogy azért ne tévedjen be mindenféle random ember. Szóval akkor lehet jönni, és akkor lehet segíteni, jó? Köszönöm szépen, ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Szerintem más nagyon nem is. Na, jók legyetek, azt a Isten áldjon benneteket. Szavaztok! Hogy kell leállítani ezt az OBS-t, ezt sose tudom. Nem tudom, mi a hotkey. Úristen.